ez a tábla a gyalog és kerékpárút végét jelzi. Ez a mérvadó minden állampolgár számára, ki azon a kerékpárút gyalogúton közlekedik. A KRESZ-ben hivatalosan szereplő, a kerékpárút végét jelző kerekszínű pirossal áthúzott tábla jelzi ennél a zebránál, hogy itt véget ér a kerékpárút. Ezen a kereszteződésen innen érkezve miatt csak gyalogosan, vagyis a bicikliről leszállva lehet áthaladni. Ez a kerékpár utat jelölő útbukkal a TL. Ha valaki ilyet lát az úttesten, amely keresztezi az útját, akkor ezen áthajthat kerékpárjával. Ez pedig egy másik átkelő, ami néhány száz méterrel arrébb található, ugyanazt a kerékpárutat szakítja meg. Itt nem kell leszállniuk a bicikliseknek, mert az úttesten sárga festékkel ki van jelölve a kerékpárút nyomvonala. Azt, hogy le kell leszállni a bicikliről a kerékpárúton haladva egy átkelőnél, tehát a KRESZ-ben használt tábla és az úttestre festett sárga jelölés megléte vagy hiánya együttesen szabályozza. A megszakított kerékpárútnál, ahol gyalogos átkelőhely van és mellette kerékpáros utat jelző útburkolati jel nincsen felfestve az úttestre, gyalogosként kell közlekedni. Ez azt jelenti, hogy le kell szállni a kerékpárról és gyalogosan kell áttolni azt az úttesten. Az, aki ezt a szabályt nem tartja be, szabálysértést követel, amiért akár 50 000 forintos bírságot is kaphat.